Aki Márton napján újbort nem iszik, ihat az egész évben bármit, mégis szomjazik. Így tartja a népi mondás, ezért aztán természetesen a székesfehérvári Noéhegyi Szent István borlovagrend is évente hagyományőrző Mártonnapi programmal az Újborok Társaságában teszi emlékezetessé a jeles napot. Így volt ez idén is, a borlovagok a sukorói Bella Pincészet székhelyén köszöntötték Szent Márton ünnepét. Nagyon nehéz év áll a hátunk mögött. A rendkívüli kevés szélsőséges csapadékmennyiség, illetve a nagyon meleg időjárás az abszolút kedvezőtlen volt a szőlő számára. A termés minőségében, mennyiségében ez egyaránt meglátszik. Azt gondolom, hogy borászszakmai tudás nagyon szükséges az idei évben ahhoz, hogy valaki jó bort tudjon készíteni. A fehérvári borásztársadalom az elmúlt időszak nehézségei, a koronavírus járvány, az asszály, majd a gazdasági válság, az inputanyagok jelentős drágulása ellenére jó évet zárt. A nemes nedük már a hordókban pihennek, megfelelő minőségben és mennyiségben. Ahhoz képest, amit így tudunk az évről, milyen asszályos időszak volt, aztán utána volt egy nagy csapadékos rész, elég jó évet zártak. És azt gondolom, hogy valóban az elmúlt években eléggé megsanyargatott bennünket ez a Covid-járvány, de a Mártonnap az a rendezvényünk egyike a kevés közül, amelyeket az elmúlt 20 évben mindig meg tudtunk rendezni, még az utolsó pillanatban is. A Szent Márton ünnepen a borkóstolás mellett nem maradhatott el a névadó életének megismerése és tisztelete sem, hiszen ő, mint az újbor bírája, fontos szerepet játszik a borásztársadalom évről évre történő megújulásában. A mostrán a Szent Márton bora elismerést ebben az esztendőben az agárdi csóborpincészet agárdi zöld veltelini száraz bora nyerte.